A mai kötet bemutatón ismét a családja kerül Rita által bemutatásra. Az ajánlásban azt olvastam, hogy ezt a kötetet mindenkinek el kellene olvasni, aki meg akarja ismerni a szeretetet. Milyen ajánlással adja az olvasó kezébe ezt a könyvet? Hát üzenet lenne azoknak a szülőknek, meg mindenkinek, aki például ilyen gyereket nevel, mert kislány Down-kórral született, szívhibával. És nagyon sok szülő elhagyja a kisgyerekét, mert annyira megrémül, vagy ott hagyják a kórházba, vagy beadják intézetbe. Egyszerűen megrémülnek attól, hogy jaj, fogyatékos. De csodálatos embert lehet belőlük nevelni türelemmel, kedvességgel, szeretettel, és ugyanilyen szeretetet kap az ember vissza. És azt üzenem a szülőknek, hogy ne adják a gyerekeiket sehova, neveljék fel szépen, mert hihetetlen, hogy mit ki lehet egy ilyen kisgyerekből hozni. Sorsom és családunk sorsa összekapcsolódott Fidlerék sorsával, családjával, Rédicsre érkezésükkor. Nap mint nap találkoztunk Sanyi bácsival, Ica nénivel, Satyával, Ritával is, és nagyon szépen köszönöm, hogy a könyvben erről megemlékeznek. Ez a 38. oldalon még én is a foni kapcsán feltűnök, mint egyik cím és alcím. Nagyon köszönöm. Természetes, hogy a polgármesternek az a dolga, hogy lehetőséget biztosítson minden területen a városban, a településén, hogy az emberek minden komfortosabban éljenek. Nagyon örülünk, hogy annak idején a fonit meg lehetett nyitni. 2009 és 11 közötti beruházásról van szó, és ennek a beruházásnak az az eredménye, hogy a Hett és Ferenc rendelőintézetben mondhatnánk azt is, hogy 382 négyzetméteren, akkor még egészen olcsón 75 millióért sikerült egy intézményt megvalósítani. De ez nem csak erről szól. Köszöntöm intézményvezető asszonyt, és köszöntöm a munkatársait, mindazokat, akik segítették és segítik az ott dolgozók és az ott élők munkáját. Mert egy intézmény nem csak négyzetméter, nem csak falak, hanem egy intézmény emberekből áll, és az embereknek a hozzáállása, a munkája, a segítsége, a munkához való viszonya, önfeláldozása az, ami eldönti, hogy egy intézményben milyen munka folyik, és azt hiszem, hogy róluk is megemlékezik ez a könyv, és méltó. Hogy épül fel maga a kötet? Hát emlékállítás a kislányomnak, aki 9 évvel ezelőtt meghalt, és el akartam mesélni mindenkinek, hogy bármilyen kétségbe esett valaki, bármilyen szomorú, ha egy ilyen kis gyereket nevel, hisz ott van előtte egy pici, aki semmiről nem tehet. És mindenki nagyon kétségbe esik, mi is, a férjem is, meg én is. Én a férjemtől vártam egy kis vigaszt, hogy majd azt mondja, hogy hát majd fölneveljük, majd így lesz, majd úgy lesz, de hát őnek is ugyanakkor a bánata volt, mint nekem. És hát nem tudtuk egymást vigasztalni. Na most, ahogy a gyerek nőtt egy 3 hónapos korába, már látszott rajta, hogy nincs olyan nagy baj. A barátnőm hozott egy ilyen kis macikát, és akkor nyújtottam neki, és nyúlt érte. És akkor rájöttem, hogy Istenem, nincs itt olyan nagy baj. Csak sokat kell foglalkozni egy kisgyerekkel, és akkor bármit ki lehet belőle hozni. Na jó, nem lesz matematikai zseni, az biztos, de gyönyörű verseket, hosszú verseket megtanult az iskolába, el is mondta. Hát azt csináltam, hogy előre kértem könyveket az iskolától, pótkönyveket, és akkor előre tanultam, meg a holnapi tanulnivalókat otthon megtanultuk előtte nap. És olyan csodálat, annyi szeretetet ad egy ilyen kisgyerek, csupa mosoly, csupa kedvesség, nincs egy rossz, nincs benne rossz indulat, egy csodálatos kis ember nevelhető belőle. Elmondható az, hogy az ön számára is egy kis megnyugvás jelenthet, hiszen igen, egy örök életre emléket állított a kisgyerekének? Igen, hogyne. Hát az az igazság, hogy én is hihetetlenül kétségbe voltam, és volt olyan, hogy elfelejtettem megetetni.
És akkor este eszembe jutott, hogy jaj, Istenem, nem adtam neki, ott van a hűtőszekrényben az ebédje. És bizony lekevertem magamnak akkor két pofont, innét, onnét, egyet, most akkor szittem magam, hogy hát milyen semmitérő anya vagyok, hát itt a kisgyerekem, neki most fel kell nevelnem. És megtérült ez a szeretet. Hihetetlen mi szeretetét kaptam tőle. Naponta megköszönte szinte, hogy megszültem, meg azt, hogy felneveltem. És mindig mondta, hogy mamikám, én olyan boldog vagyok. Mondom, boldog vagy, akkor én is. És hihetetlen, csodálatos emberek ezek. És most olvastam éppen, hogy tavaly 30 kisgyereket adtak Down-kórost örökbe. Annyit elhagyott a szülő. És van, aki direkt ilyen gyerekeket választ, mert hihetetlen kedvesek, és taníthatók, nevelhetők. Hát, de az már nagy baj, amikor az ember eltemeti.